volt egy srác, aki annak idején volt valami koncert, valami fesztivál, vagy valami buli, és oda jött hozzám, hogy az izzadás, mint a fazékat annak idején, ez természetese. És mondtam neki, hogy ez természetes, mert zsigerből nyomom, leizzadok, mint a geci, ez már 10 éve volt, egy fiatal srác. Mondta, hogy a Deadport éneket, körtéren, igen, és ő, utána láttam már őt a tévébe, a zenekarával, és nagyon sok, nagyon örültem neki, hogy sikeres lett, és megnyerte ezt a versenyt, meg a faszom tudja mit, ezt a Nyáldal Fesztivált, még forintot nem ér, meg ki lehet menni erre a buzi parádéra, de nem baj, az nem érdekes, de megnyerték, és legalább magyar metal együttes volt, rock együttes. De mi a szívemben maradt, hogy én ez a sráccal sokat beszélgettem, úgyhogy meg is dicsért, és mert sok zenészt ismerek, ezek véletlen dolgok, na most ez a srác ma meghalt. Meghalt, és a utoljára talán a költönetek összefutottam vele, még talán egy olyan egy pár éve, nem is tudom, és tök aranyos volt. Ezek véletlenek a zenészek életében. Őnek nagyon tetsz a bulitán, a Fritzék, a Attival, a Káosszal, nem is tudom melyik együttes volt vele, szóval nem tudom már melyik a sok közül, az a rengeteg koncertről, de minden itt van a szívemben, úgyhogy akkor Szent Mihályon perszó lesz, jó? És akkor emlékezzünk meg ezzel a kis emberképről. 29 évesen nem szabad meghalni, hát az még nem szabad. 18 évesen. Főleg kínom között meg mindig. Video, vaya.